És itt a kedves gyülekező következő generációval kapcsolatban szeretnék majd annyit kérni a kedves szülőtől, hogy néha figyeljék őket, mert hogyha nagyon bendul a ciribuli, akkor az sokakat zavarhat. Minket engem ugyan nem, de hát ha a fellépőket. Nos, akkor a zenekar tagok érkeznek. Ahogy mondtam önöknek, Liszt dallamokat fognak hallani, és soha nem látott zenekari fölállásban. A hangszereket nem kezdem el sorolni, megpróbáltuk őket fölismerni, de elég nehezen történt. Amint látszik, 19 országból érkeztek a zenészek. Ez azért nagyon fontos, mert a fesztivál közben általában szegények mindig oldalt állnak, és a táncosokra megy a fény. Itt viszont minden országból a zenekarok kapnak főszerepet. A bevonulások kapcsán azt még nagyon fontos megemlíteni, hogy szokás szerint az érkező országokat három település, Szashalombatta mellett Ráckevei és Tököl látta vendégül. Szeretettel köszöntöm Budai Gábort, aki a Ráckevei Fesztiválnak az igazgatója. Ő már tegnap túljutott az egész eseményen, kényelmesen helyet foglal, ugye? És szurkol. Jó. Hamarosan elfoglalják a helyüket, higgyék el, kicsikét ilyen, de perceken belül meg fogják érteni, hogy miért is fontos ez. Egyébként Liszt Ferenc nem ezekre a hangszerekre írta ezt a művet, hiszen nem látott soha életében tájkongát sem, meg szerintem olyan dobokat sem, meg egy csomó hangszert nem is ismert, de most benne vannak a műben. Közreműködik még Pál Lajos tanítványa, aki a Bécsi Akadémia hallgatója, Püspök 60-ból a Bécsi Zeneakadémiára került hallgató. És Pál Lajos! Thank you.
még egy zenével kedveskedünk önöknek. Tehát, hogy ez a zenekar hogy áll össze, azt még a jó Isten se biztos, hogy tudja. De ezek olyan szívvel húzzák, hogy az nem is igaz. Tehát fogadják szeretettel, még egy Lépre Lüd nevű zenét játszunk, ez egy kicsit lájtosabb és kedvesebb lesz. Köszöntjük ma este a testvérvárosi delegációt.